Megtanítunk menekülni. Ezzel a címmel intézett felhívást az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a lakosság részére. A kezdeményezés célja, hogy tudatosítsák az emberekben a helyes viselkedést egy esetleges lakástűz kapcsán. Ha betartjuk a szakemberek által megadott menekülési útmutatást, akkor talán elkerülhetőek lehetnek a személyisérülések. Lehetőség szerint minél hamarabb hagyjuk el azt az adott tűzzel érintett szakaszt. Itt, hogyha esetleg a ruhánk meggyulladna, mert éppen a menekülés közben hozzáérkezünk egy tűzzel érintett területhez, nagyon fontos, hogy ezt a ruhadarabot azonnal igyekezzünk eltávolítani. Ha továbbá a bőrünk is adott esetben sérült volna, akkor itt még akár földre vetődve és ott hempelegve, majd megforogva ennek a tűznek a kezdetét lehet venni. Menekülés közben nem csak a tűz, hanem a füst is komoly veszélyt jelent. Minden esetben előnyös, ha egy vizes ruhadarabot szorítunk az arcunk elé, hogy kizárjuk a füst belélegzését. Itt igyekezzünk guggolva elhagyni, vagy akár négy kézzel ereszkedve elhagyni ezt a tűzzel érintett területet. Ha csak a füstérzékelőkre gondolunk, azokat is gyakorlatilag az adott helységnek a plafonjára nagyságrendileg középre próbálják meghelyezni, ugyanis ez felfele fog szépen szállni, mármint a füst, tehát itt gyakorlatilag az alsóbb, a lakás, a helyiség alsóbb szegmenseiben több füstmentes oxigén fog rendelkezésünk, levegő fog rendelkezésünkre állni. Magyarországon a tavalyi évben összesen 86 ember vesztette életét ilyen jellegű balesetben. Tolna megyében 140 alkalommal kellett a tűzoltóknak kivonulniuk lakástüzet oltani. A megfelelő óvintézkedések mellett a 112-es segélyhívószám tárcsázása is elengedhetetlen ahhoz, hogy időben érkezzen szakszerű segítség.